1975-ről beszélünk. Annak idején minket szerettek. Mert minden este, vagy minden második este, vagy minden héten ott voltunk a lakásukban. És ők szívesen fogadtak bennünket, nem tudom miért. Kerestek egy, talán egy picit idősödő műsorvezető, egy bizonyos legyen ön is milliómos műsornak a vezetésére. Hát mondtam, üljünk le, beszéljük meg. Végre elkezdődik a Legyen ön is milliómos című műsorsorozat. Biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokan várták ezt a pillanatot. Az utazás azért jó, mert együtt vagyunk, állandóan új élmény ér bennünket. Az bánom, hogy a 100 országot már nem fogom elérni. Olyan 96-98 van körülbelül. Nekem az a fontosabb, hogy odaülhessek a Facebook elé, és leírhassam, amit gondolok. Mert itt nem kell alakoskodni, itt nem kell szerepet játszani, én valóban azt írom, ami engem feszít. És ez egy olyan szabadság, ami eddig nem volt nekem meg. Még akkor is, hogyha ez nem mindenkinél népszerű. Sőt. Miért köszöntöm le? Nézzünk szembe, a valóságban 74 éves vagyok. Mondhatok egy közhelyet? Jöjjenek a fiatalok!